Látjátok a kis fekete izéket? Az a nevük, hogy telefon. Most elárulok egy titkot ezekről a telefonokról. Nem fognak maguktól tárcsázni, oké? Okay? Nélkületek csak haszontalan kacatok. Mint egy csőre töltött fegyver, csak hogy képzeklődés nélkül. A telefon esetében a katonák, ti vagytok fiúk. Az én professzionális alkuszaim. A gyilkosaim! A gyilkosaim, akik nem ismerik azt a választ, hogy nem! Ti vagytok a harcosaim, akik nem teszik le a kagylót, csak ha az ügyfél már vásárolt, vagy közben meghalt! Semmi jó nincs a szegénységben. Voltam már gazdag ember, és voltam már szegény ember. És én mindig az elsőt fogom választani. Mert így, ha problémákkal is kell szembenéznem, azt legalább egy limóban ülneteszem. Egy 2000 dolcsis öltönyben, karamon egy 40 000-es aranyórával. De az fiúk, küzdjetek, gyerünk, gyerünk! És aki szerint netán sekélyes vagyok, vagy netán anyagias, az húzzon el dolgozni egy szaros McDonald's-ba, mert kibaszottul odavaló! De még mielőtt bárki is itt hagyná a sok győztest, mindenki jól nézze meg a mellette állót, na gyerek! Mert egyszer még, talán nem is túl soká, mikor ez a vesztes ott vár majd a pirosnál egy rozsdás Fordban, a mostani szomszédja talán éppen mellette áll majd egy vadonatúj Porsche-ban. Bombázó feleséggel, akinek gyilkos cickói vannak. És hol kuporog majd a vesztes? Egy sárga hajú, zsákruhás, szőrös hónaljú harci koca mellett, akciós konzervekkel teli bevásárló szatyrokkal körülvéve, ott ül majd a kielnek. Úgyhogy nyissátok ki jól a fületeket. Nincs már pénz a bankkártyádon? Oké, fogd meg a kagylót és tárcsázz. Elmaradtál a lakbérrel? Oké. Fogd meg a kagylót és tárcsálsz! A barátnőd szerint te egy kibaszott, szaros lúzer vagy? Oké! Fogd meg a kagylót és tárcsálsz! Oldjátok meg a gondjaitokat! Legyetek gazdagok! Nem kell más tennetek ma, mint felvenni a kagylót, és úgy beszélni, ahogy tanítottam. És akkor megígérem nektek, hogy a leggazdagabbak lesztek ebben a kibaszott országban!